Ez valójában a restaurálásnak az utolsó fázisa, a hiányzó festékrétegnek a rekonstrukciója. Tehát csak ott, ahol nincs meg az eredeti, ott ugyanolyan árnyalatokat próbálunk kikeverni. A restaurálás utolsó munkafázisát, a retusálást végzi Dunaföldváron a Szabadkai Városi Múzeum festő restaurátora. A Szent Ferenc mellékoltárképen ezek az utolsó simítások. Az egykori ferences templomi műalkotások állapotának megóvása, élettartamának meghosszabbítása és esztétikai értékének a megőrzése nagy és összetett technikai, tudományos és művészi tevékenységet ötvöz. Restaurálásaimon keresztül ellenállhatatlanul szinte elkezdtem foglalkozni a magyarországi barokk mestereknek a kutatásával, és ezt a kutatási munkát a délvidékről a 2010-es évek elején kiterjesztettem először Baja környékére, majd Lakatos Adél Kalocsai levéltárnak a munkatársával 2014-ben együtt eljöttünk ide Dunaföldvárra, mert ő tudott erről az egykori ferences templomról, és hát amikor ide beléptem, akkor teljesen elkápráztatott ez a 18. század második feléből származó csodálatos berendezés, amely szinte érintetlen állapotában van. Ez a korabeli magyarországi barokk művészetnek a legmagasabb színvonalát képviseli, és annak köszönhetően, hogy a magyarországi ferences levéltárnak az anyagát kutathattam, így végre sikerült ezt a bizonyos Servic Mátyás budai mestert azonosítani, mert a nyomában voltam már egy ideje, tehát Zomborban is volt képe, Budán is volt képe, és tudtuk, hogy ez egy jó mester, csak a nevét nem tudtuk, és szerencsére a Dunaföldvári ferencesek háztörténetében szerepelt a neve, hogy 1768-ban tőle rendelték meg a főoltárat, és a Szent Ferenc mellékoltárat, és ez adta a kulcsot igazából az egész életművéhez. Servic Mátyás a korának, és hát Budának a legjobb mestere volt. 1702-ben született, és 1771-ben halt meg. Ő egy horvát származású budai mester volt, és a ferencesekhez kötődő kapcsolatának köszönhette ezeket a munkákat. De akkor még 2014-ben egy másik képre koncentráltunk, mert az oratórium folyoson sikerült felfedezni Falkóner Ferencnek a bővét, aki szintén egy budai mester volt, egy ifjabb generációját képviselt a barokk mestereknek. Ez egy teljesen befeketedett Szent Antal kép volt, és én 2017-ben készítettem egy Falkóner Ferenc kiállítást, ami Szabadkáról elment Eszékre, aztán Baján is bemutatásra került, majd végül Budán a Budapesti Történeti Múzeumban is láthatta a nagy közönség, és akkor ajánlottam föl a dunaföldváriaknak, hogyha ezt a képet nekem elhozzák Szabadkára, akkor ott a kiállítás előkészületei közben én a múzeum ajándékaként rendbe fogom hozni, és ez így is történt. Most már visszakerült a kép, eddig nem is tudtak róla, a műemlékvédelem védetté nyilvánította, és hát a jövő hétre tervezzük azt, hogy visszatesszük az eredeti helyére, amiről több mint 100 évvel ezelőtt már leemelték, és egy szobrot tettek a helyébe. Korhec pap Zsuzsanna hónapokig dolgozott a Dunaföldvári templom három képén. Elsőként a Barátok templomának fő oltárképe, a Szent Anna kép készült el, mely már visszakerült a helyére. Ez egy hatalmas, közel 5 méter magas és 2,5 méter széles, gigantikus alkotás. A restaurátor elmúlt 24 évének eddigi legnagyobb munkája volt, melyre a Dunaföldvári plébánia a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert támogatást pályázat útján. Korhec pap Zsuzsannát nagy kihívás elé állította az alkotás restaurálása, melyet helyben a templom térben végzett el. A főoltár kép a Szent Anna kép, amelyen Mária oktatását festette meg a művész. Ez egy nagyon nagy méretű festmény. A kerete az 5x3 méteres, a kép meg maga 270 valamennyiszer, nem,
470 valamennyiszer 250. Az én szempontomban ez azért volt fontos, mert a legnagyobb kép, amit eddig csináltam, tehát ez nagyon máshogy kell hozzáállni a kisebb méretekhez, nagyobbakhoz, más felszerelés is szükséges volt, és hát nem lehetett megcsinálni ugyanazt, mint a Szent Antal képpel, hogy elvisszük, és akkor kiállítjuk, és időközben én restaurálom, mert nem, egyszerűen nem fér be a múzeumi kiállítótérben, és ezért döntöttük úgy, hogy megpróbálunk rá pályázati pénzt szerezni, és sikerült is, a Nemzeti Kulturális Alap támogatta ezt a restaurálást, és most május hó folyamán szereltük le, a dunaföldváriak összefogtak, és egy egész csapat férfi ember összejött, és leemelték ezt az óriási képet, és itt a templom térben került sor a restaurálásra, és augusztus második hetében került vissza a helyére. Nagyon be volt sötétedve. Ezek mind három festmény olaj festmény vászonhordozón, és hát mint minden természetes anyag, a vászonhordozó is, az alapozás is, a festékrétegek is idővel előregszenek, főleg egy ilyen helyszínen, ahol a nagyon párás a levegő, télen nagyon magas a pára, nyáron akkor kicsit lejjebb esik, a hőmérséklet is állandóan változik, és ezt a váltakozást nem nagyon bírják a festészeti anyagok, úgyhogy elkezdett már peregni. Elég sok hiány is volt rajta. Megtaláltuk, amikor leszereltük az 1929-es feljegyzést a hátoldalán, tehát akkor volt utoljára gondozva, úgymond. Valószínűleg letisztították, akkor ez a ferences szerzetes, aki aláírta a munkát, és hát részben átfestette ezt a gyönyörű oltárképet, úgyhogy ezeket az átfestéseket kellett leoldani és feltárni az eredeti festett réteget, és a hiányokat pótolni, és hát így ez a látvány újra visszaadja az eredeti értékét ennek a képnek, tehát egy nagyon színvonalas barokk. Mivel állunk szemben. A Dunaföldvári Barátok templomának mindhárom ikonikus képe hamarosan eredeti helyükön tündököl.